ellátási költségeit is finanszírozni lehessen. Tehát középosztály ellenesség az ő esetében így van. Tehát ez a jobboldali nemzetnevelő szocialista vonal adja a szakértelmet az általános iskola politikai kereteihez. Rajtuk kívül 1945-ben már ott vannak a Szovjetunióból jött tudatos politikát folytatók. Ebben a előbb említett körben Andics Erdészébet, Rudas László, valamint már akkor már a kriptokommunista Molnár Erik is szerepel. Milyennek a politikai keret? De azt gondolom, és azt valószínűsítem, és a nagy valószínűség így is igaz, hogy az általános iskola az egy politikai termék, amely az első választási győzelemhez a megfelelő politikai hatalmat, politikai hangulat megteremtését teremti meg 1945-ben. Azt nagyon jól tudjuk, mennyi? Ez egy tudás. Na igen, jó. Még mindjárt vége. Ezt még be kell fejeznem. Tudjuk, hogy Rákosi kényszeríti ki az általános iskolát megteremtő rendeletet, a sürgette, és az, ami elég valószínű, sőt, majdnem biztos, hogy ez az általános iskola az egységes, egalizáló és a középosztály ellenes politika, ez a szovjet forgatókönyv szerint történt, ami az azért tűnik valószínűleg két okból. Az egyik az, hogy valamennyi szovjet hadsereg által elfoglalt országban ugyanaz a politika folytatódik. Az alsóbb néposztályoknak és a tanítóknak teremtik meg különböző mértékben az általános iskola, vagy ehhez fogható oktatás. Dokumentálható, a forrás nincs meg. Mindenütt az egységes alsófok oktatás van, mindenütt bejelentik a tandíjmesterséget, tanítóbarát politikát folytatnak, és az alsóbb társadalmi rétegeknek politikai áron bizonyítványt ad. Tehát magasabb bizonyítvány, könnyített tanfolyam, valamit Magyarországon felnőttoktatásnak hívnak. Ennek a paralel része a rövidített rendkívüli képzéssel a diploma adásáról van szó, a tankönyvkiadás államosítása valamennyi területen ez történik. Az, hogy nem csak az oktatás területén van forgatókönyv, inkább fordítva van. Az általános forgatókönyv eleme az oktatás. Ugyanez kimutatható valamennyi országban a földosztás, a 1948-as politikai fordulat mindenütt a moszkvai forgatókönyvet követ, koncepciós perek, de ha az oktatáspolitikát nézzük, a szakképzés primátus 1948-ban, szakgimnázium, politechnikai oktatás 1952-ben, a kötelező orosz oktatás mindenütt így van. Tehát látható egy meglehetősen erős forgatókönyv megléte. Az általános iskolai politikai termék jellegét az is alátámasztja, hogy 1948 után, amikor megtörténik a kommunista hatalomátvétel, akkor az új politikai helyzetben visszaveszik a földosztást a szövetkezetiséssel. Az általános iskola 8 évfolyamát képző pedagógiai főiskola ketté válik, tanítóképzőre meg a felső tagozatra, és így tovább. Végezetül most jönne a kitekintés. Az, hogy ezek után mi minden történt, és milyen problémák keletkeztek, javaslom, olvassátok el, kelemet elemér, fordulópont a magyar oktatás történetében, 70 éves az általános iskola tanulmányát, az edukáció 1915 négyes számában. Megnyitnám a diskurzust. Elemér. Két kérdés szeretnék fölteni. Igen. Egyik, hogy a horti korszakban általában említett két illegális vagy legális ellenzéki álláspont, tehát a földes nevében fényeleszkedő és a népiesekhez kapcsolódó között. Hol helyeznéd el két Vilmát és Szedel István? Nem várják össze. Ja, bocsánat. Itt föl magadnak, ez az úgy elfelejtő. Gondolom, hogy tudok írni.
teszek fel egy másik mi a konzekvenciája annak, hogy nagyon meggyőzően bebizonyította, hogy az általános iskola a szélsőségek találkozásából, a szélső és a szélső fal törekvéseiből megszületett politikai termék. Igen. Hogy értékeljük akkor ezt az útját? Mások? Igen. Akkor nem csak ehhez kapcsolódó. Igen, politikai termék. Okay. Amit én nem értek ebben az egészen már régóta, mi a véleményed, hogy miért volt ez annyira fontos? Ugye, tehát, hogy 1945-ben ezt miért kellett megcsinálni? Azt értem, hogy ez párhuzamos mondjuk a földosztásra, de a földosztás jelentősége, politikai jelentősége az sokkal evidensebb megtűnik, mint végigcsinálni ebben a nyomorult helyzetben, ami 45-ben nálunk volt egy ilyen oktatási reform. Igen. Igen. Ugye itt a nyilvánvalóan ugye a földosztás ugye ellentmondásos ilyen szempontból a hatása, ugye, mert az jellegzetesen egy ilyen társadalmi bázis növelő és a magyar gazdaságot tartósan romba döntő lépés volt. Akkor ezt nem lehetett látni. Nem. Tehát ezt mondanám, hogy valami oka van annak, hogy kisebb-nagyobb fáziskéséssel mindenütt a fejlett világban ez történik. Tehát mindenütt a fejlett világban, ha jobb oldal van, ha bal oldal van, ha ez van, ha az van, különböző fázisokban az történik, hogy egyrészt hosszabb lesz valamilyen értelemben a kötelező iskolázás, másrészt az osztópont feljebb kerül. Mindenütt ez történik, de most teljesen nyilvánvaló, hogy az általános iskola, már leginkább abban a formájában, hogy a polgári iskolának a kvázi általánossá tétele, az a szociáldemokrata kisgazda oktatás politikának egyértelmű célja volt a 30-as, 40-es években. Tehát magyarán itt ugye igazából arról tehát egyáltalán nem arról van szó, vagy nem csak arról van szó, ahogy tetszik, hogy szélső oldali és szélső baloldali követelés, hanem arról van szó, hogy mindenki, aki a rendszernek valamilyen értelemben kritikusa volt, az úgy értékelte, hogy ez a 4 plusz 8-as szerkezete a magyar oktatási rendszernek, ez súlyosan rendiesít. Ezt gondolták, Ezt gondolták középen is. Most ha valamit ugyanazt gondolják szélső jobb oldalon, szélső bal oldalon és középen, és csak azok nem így gondolják, akik közvetlen érdekeltjei a fennálló rendszernek, retrospektíve a középiskolai tanárok és közvetlen családtagjaik és a keresztény középosztály, ezek valóban érdekeltjei a fennálló rendszernek, tehát nem gondolják megváltoztatni. Mindenki más meg akarja változtatni egyfelől, másfelől mondom, az egész világon valami ilyesmi történik. Lényegében amennyiben van bármilyen értelemben annak jelentősége, hogy Magyarország a győztes nagyhatalmaknak a befolyása alá kerül. Ha megnézzük a két világháború közötti amerikai oktatáspolitikát, megnézzük a szovjet oktatáspolitikát, és megnézzük a 44-es angol oktatási törvény, számtalan dolgokban különböznek egymástól, de pünktlik abban nem, hogy egyre hosszabbá teszik az oktatás, egyre hosszabbá válik az oktatási idő, és egyre följebb kerül az osztópont.
De a világ köszönöm ember... szépen, köszönöm, nincs idő. Már lesz. Valóban van egy expanzió, és valóban van, ugye ez képzáról fogja egész a kötelező oktatás időszaknak a kiteljesedése, mindig magasabb életkor, a másrészt pedig a korábbi nem professzió számon menő szakmai irányok, pedig professzió szinten lehet. Tehát ez egy, valóban egy 20. századi tendenció második felének. Azonban én azt gondolom, hogy jó, inkább reálpolitikai szempontok vannak. Az a struktúra, amelyik ezt a 4 plusz 8 vagy, és ennek különféle alváltozatok, de ugye nem volt egyszerűen ez a rendszer, ez lényegében az első lépés, hogy meggyengíteni azt az elitet, azt a rendszert, azt a működési struktúrát, amelyik egy alapos, mondjuk egy kommunista ideológiai és minden egyéb alapon. Következő lépés lesz majd az akadémiának a szétverése. Tehát lényegében ezek nem hiszem, hogy ilyen, és ez a Botlán modell az 1948-es 8 osztály is. Tehát az már létrejött. Tehát valahol én ezt nem tudom. Az vezethetem a vitát. Struktúrális ez volt. Tehát én nem hiszem, hogy itt a Rákosék függesztették a szemüket, amit tudom, hogy az amelyik. Van, struktúrálisan a 8 elemi, az ellenkezője volt az egésznek. Az volt a célja, hogy stabilizálja a 4 plusz 8-as rendszer, és majd, hogyha szóhoz jutok, akkor mondok valamit. Szóval, hogyha kapok szó. Majd a szóhoz jut. Jó, de addig nem, addig beszéljétek meg, gyerekek. Én jutottál meg, hogy van-e más hozzászó. Van más hozzászó? Igen, az elemegyentő sem. Akkor egy megmegyentő. Hogy oktatási tömegesedésen világjelenség mellett nem kell számolnunk azzal, hogy a második világháború után megjelent egy olyan fogalom, hogy demokratizálás. Igen. Oké, Géza. Oké. Mindjárt csak megvakartam. Jó. Kezdeném egy rákmenetben, nekem is a rövid távú memóriám, mert mennyivel idősebb vagyok a Jánosnál, annál rövidebb a rövid távú memóriám is. MPT egy organikus fejlődési modellt ír le, hogy van egy ilyen végzetszerű közoktatási rendszer bővülés, vagy világon mindenütt így van, gondolom Afrikában is ugyanígy van, Amerikai Egyesült Államokban, és itt csak ez megmagyaráz minden aktuál politikai esemény. Én nem követem most ezt az organikus történelemfelfogást, vagy ezért. Azt gondolom, hogy az expanziónak számos mozgatóereje van, de nem erről szólt az előadása, nevezetesen az ingyenes és bizonyítványt és társadalmi előrejutás bizonyító diplomák vagy végzettség megszerzésére korlátlan kereslet mutatkozik, és erre a korlátlan keresletre politikai pártok is szerveződnek. Az Amerikai Egyesült Államokban a Dewey oktatási reformja az 32-ben volt, amikor valószínűleg a Klebez meg nem olvasta ezt az amerikai irodalmat, amikor ezt egyáltalán nem követte, magyarországi hatása nem volt. Az viszont kétségtelen, hogy az oktatás expanziója és az a progresszív vagy reformpedagógia, mert az egész nyugat-európai baloldali értelmiség ezért zarándokolt Lunacsarszki Szovjetuniójába, ez nem az organikus rendszer, hanem egy új modell megmutatását kereste. Tehát azt gondolom, hogy ez az expanzió leírása az nem alkalmas arra, hogy az oktatás politikai, aktuál politikai eseményeket leírja. Amit demokratizálásról van szó, az a demokratizálás az én szóhasználatomban ez nem pontos. A teljesen világos és egyértelmű, hogy nem tud jobboldali politika hatalomra jutni Európában, még a szovjet megszállt, nem megszállt területeken is. Ott mindaz a politikai törekvés, amit baloldalinak neveznek, ami nyilván nem demokratikus, mert azokban az akkori, amennyire ismerem, a szovjet politikának valami fajta ágenseit is próbálják kezelni. Ez vonatkozik, ez a Langevin vallontervezetre, ami a legismertebb. Ez mind-mind egy erős legális kommunista
politikai, oktatáspolitikaként jelenik meg, és ez az, amely majd valamikor 1968-ban lesz ennek meg a része. Az, hogy a demokratizálás van abban az értelemben, hogy az a dirigista, totalitárius, vagy tekintélyelvű rendszernek egy polgári demokratikus átalakulását követelik, és ehhez, ahogy itt Németh András által szervezett nemzetközi konferenciát, osztrák és olasz példák mutatják, hosszú ideig egy ilyen bizonytalanság, konzerválás, inkább az előző időszak tagadása vagy tiltólistára való kerülését jelenti. Más a kelet-európai típusú demokrácia értelmezése, és más az, ami Nyugat-Európában és demokratikusan értelmeződik, pláne meg én is ezt a különbséget, ezt, mint ideológiák látom. A kérdésedre valóban van, ami egyáltalán, mint szociáldemokrata vonulat valóban megjelenik, már a 20-as évektől elkezdve, mint ez a politikai ellenzék, amelynek nem volt semmiféle esélye, hogy kormányzati pozíciójára jusson a 20-as évektől kezdve. Ott valóban van ilyen, gyakorlatilag politikailag hatástalan, hanem csak egy ideológiai rendszerként, amit a 40-es években már annyira a politikai közepét jelenti, hogy voltak éppen alig van valami politikai súlya, és utána későbbiekben pedig ez a kétli annaféle vonulat az, amelyik a legelső között elmegy. Van egy, amit mondasz, van egy fontos történeti esemény, nevezetesen a Kisgazdapárt, talán 41 vagy 42-ben megteremtik a polgári tagozatot, aminek a vezetője Ortutai Gyula. Itt vita folyik, mert nincsen erről papír, vagy nincsen erről dokumentum, hogy ez egy előre látta a jövőt, vagy pedig jövőre tett, tehát hogy milyen forgatókönyv fog bejönni. Sokak szerint ez a polgári tagozat arra szolgált, hogy a Kisgazdapártba a szociáldemokraták, a baloldali szociáldemokraták, illetve a kommunisták be tudjanak kerülni, és ennek a általános iskolai vagy az iskolarendszeri koncepciója némileg emlékeztet erre, és ennek most utólag olyan védjegye van, hogy ebbe írt. Ez egy nagyon rövidke pár sor, olyan, mint a KDNP politikai programja, nagyon rövidke, ebben Bajcsi Zsilinszky Endre neve is szerepel, amely a sorsa miatt szinte védjegyként jelenik meg ebben a dolog. Természetesen ezek vannak, de ezek a aktuál politikában nem játszanak szerepet, mint az olyan szélső jobboldali ideológiát követő, mint Németh László, aki az általános iskola alternatíváját vagy koncepcióját ezt akkor jelentette meg, amikor már megvan a rendelet. Tehát ezt visszaszokták, számos ilyen irodalom arra utal, vagy úgy értékeli, hogy a Németh László az általános iskolának valami alternatíváját mutatta, nem volt ő döntéshozatali helyzetben, nem volt ebben a körben, és csak a rendelet megjelenése után írja meg ezt az általános iskolai koncepcióját. A te kérdésed az, hogy ez egy politikai játszma. Ezt tudjuk, hogy a Sztálin politikája, hiszen onnét ez nem adja rügy. Azt gondolja a Sztálin, hogy, és tévesen, rosszul, hogy a 45 után a kommunista pártok fognak győzni mindenütt. Valamennyi kelet-európai országban. És ennek a, ez a, hogy is mondjam, csak populista jellegű ígéretek tömkelegét állasztja el, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt. És a... Az általános iskola, hát ez egy, hogy is mondjam, csak ez olyan, mint egy ilyen PPS golyószóró, így körbe volt ez így. Ez a néptanítóknak és azoknak, akik a társadalmi egyenlőséget kívánták. Van még egy érvem emellett. Ez a pedagógusok szakszervezete. Az közismerve jól tudod, hogy a Bethlen Paktum következtében nincs a közszolgáknak, így a pedagógusoknak sem szakszervezete.
A legelső zseniális, már úgy értem hatalomtechnikai szempontból zseniális lépés volt a pedagógus szakszervezetét megszervezni, és a pedagógus szakszervezet mozgósítja nem a gimnáziumi tanárságot, hanem alapvetően a népiskolai tanárságot, amelynek a fölemelkedés, politikai fölemelkedést ígérte. Hozzáteszem, a pedagógiai szakszervezet tagsága és a főleg az elnökségének, és ezen belül van egy pedagógiai bizottság is, vagy osztály, későbbiekben osztály, amelynek képviselői jelentős politikai karriert futott be, mondjuk Mezeinek a nevét említem meg. Tehát, hogy ezek a szervezetek mind azt mutatják, hogy ezt a területet a kommunista befolyás alá kívánták szerezni, helyezték. Ugyan ide vonatkozik a tankönyvkiadó államosításra is, amely az ideológiai kontrollt, illetve a politikai ellenfelek nézeteinek visszaszorítását, a jelensúlyát jelentette. Nem oktatáspolitikai célból nyilvánvaló, mert hiszen ez a papír kontingens bevezetése, ez valamennyi ellenzéki sajtó, vagy valamennyi politikai szervezet politikai mozgásterének a csökkentését jelenti. Az, hogy ebben a expanzív láthatatlan keze mennyire vezette Rákosi és Sztálin politikáját, ennek a kifejtését majd az MPT-re bízom. Péter, Lukács Péter, jó. Szólom az Köszönöm, azt akartam mondani, hogy az valóban igaz, hogy ez egy világtendencia, hogy még a szelekciós pont is fejebben, de azt hiszem, hogy kijön a német nyelv. Az ott a formális iskola szerkezet, az megmaradt az 20-os, még akkor is, ha mindenféle, az idő során mindenféle oda-vissza változások voltak, hogy az egyes szövetségi állapok eltérnek, stb. De lényegében azért az a 4+ szerkezet ott már maradt. Azzal persze, hogy olyasmikkel próbálták, amikor a komprehenzív rohamot visszaverték, olyasmikkel próbáltuk, de mindenki tudjuk, próbálkoztam, hogy közös tananyagot csináltak a különböző iskolatípusok, a közös koncepciót és tovább. De a világ tendencia azért mégiscsak ez, hogy egyre többen járnak iskolába, egyre magasabb életkori, egyre inkább demokratizálódik, mert azt jelenti, hogy a tananyag átalakul a népiskolás szemléletű, amit annyira nem szeret. Én leírom. Hogy? Én leírom, én nem, nekem közöngös. Tehát mégiscsak valóban most azt mondanám, hogy igaz, hogy ez politikai termék volt, mint ahogy minden oktatás politikai döntés, politikai termék, nem tud más lenni. Ugye az oktatási változásai az oktatás politikai küzdelmek eredményeként történnek, és kivétel nélkül minden történésük politikai termék. Mindegyiket le lehet írni a csoport. Ugyanezt azonban mindennel meg lehet tenni. Tehát le lehet írni az Edisonnak, meg a Tesla, vagy ki volt a ellenfele, a váltóáram és az egyenáram értékesítése, vagy felhasználása körüli harcát, ebben mindenféle politikai erőket. De végül is ettől le lehet azt választani, hogy a közvilágítás bevezetése, az világtendencia, Afrikában valóban még kevésbé világítanak, de hát előbb-utóbb mindenütt fognak valamennyire világítani. És ezért hiába volt az Edison mondjuk egy szörnyű sötét alak, vagy az ellenfelei, vagy amikor közben történtek, azért azt kell mondani, hogy mégiscsak a világítás azért jó dolog. Most én itt a harag és összehajlás nélküli elvet szeretném. Mert hát ebből az előadásból is az derült ki, hogy kifejezetten ellenszemben viselkedik azok ellen a folyamatok ellen, hogy egyre több ember
egyre tovább, egyre magasabb szinten tanul. Na most lehet, hogy ez személyesen nem szereti. Hát ezt itt kérném abba hagyni. Ilyet egy szóval sem mondtam. Én meg ezt éreztem. Hát akkor sajnálom. Érzelmeknek szerintem olyan sok helyet nincsen, és nem kellene paragulni közben a bizonyos szereplőkre. Hát bizonyos szereplők, ugye elég sok politikusra lehet írni, meg oktatás politikust, hogy jelentelen felterek voltak, meg mindig a széllel együtt mondták, amit kellett, meg egyik a másikra megváltoztatták a véleményüket. De hát ez hozzátartozik a politikai mozgásokhoz, politikai. Egy módszertani kérdésem lenne, hogy én azt készséggel elhiszem neked, hogy a Rákosi Mátyásnak, se a Teleki Gézának nem, telefonáltak Londonból és Washingtonból, hogy náluk is efelé mennek a dolgok. És épp ezért ez világos, hogy azt mondhatod, hogy nem objektíve hatottak ezek a tendenciák, hanem bizonyos politikai manipulációk révén. A kérdés most csak az, hogy a fennében magyarázod azt, hogy az általános iskolának a belső differenciálására mindenféle törekvések voltak 45 és 48 között, de a dolog visszacsinálására komoly erő nem jelentkezett. A másik kérdésem az, hogy rendben, hogyha nem a világtendenciák hatottak, hanem a meglévő konkrét tendenciák, akkor miért nem elég az az információ, hogy a 57%-ot kapott kisgazdapárt ezt akarta, a további 17%-ot kapott szociáldemokrata párt ezt akarta, a mégiscsak 16,5%-ot kapott kommunista párt ezt akarta, és az 5%-ot kapott nemzeti parasztpárt, akit én is teljes mértékben azonosítok a nácikkal, ebben nincs köztük vita, már csak ránézzék a szagra is, tehát hogy ők is ezt akarták. Magyarán az összes olyan politikai erő, aki kimutatható méretű volt, plusz a kimutathatatlan méretű demokrata párt, aki történetesen éppen birtokolta a kultuszminiszteri pozíció Teleki Gézával, ezek öten akarták ezt. Akkor nem jön össze valahogy az, hogy talán nem a világ, valóban nem egyszerűen arról van az, hogy a világ trende, hanem hogy mindenki a hagyományos magyar uralkodó osztályon kívül, aki éppen elveszítette a világháborút. Igen. Aki éppen elveszített a világháborút, az nem nagyon rúdos utána, közvetlenül utána a labdába, és nem hivatkozhat német példákra. Tehát nem lehet leütni, hogy ez egy rohadt reakciós dolog, mert ebben a kiváló Németországban is így van, ezt nem lehetett leírni 45-ben, nem cenzúrális okokból, hanem mert nem vettek volna meg egy ilyen lapot, amiben ez le van írva. Hát, ahogy ezt bölcsen szoktad mondani, hogy egy ilyen tudományos konferencia van vita. A következőt tudom mondani a Lukács Péternek. A tömegoktatással való érzelmi viszonyom az eltekintetben teljesen közömbös, hogy micsoda. És azt, hogyha ez kell, akkor azt gondolom, hogy amint a tömegoktatás megjelenik, akkor ennek az iskolai műveltségnek, meg az iskola szelekciós ereje megszűnik, következésképpen a társadalmi szelekciót szolgáló iskolai kultúrák, fegyelem, erőfeszítés, akadémiai tudás, vagy a középosztály belőműködés, ez megszűnik, kilugosodik,
És helyette az ilyen reformpedagógiai, meg egy egészen más kultúra foglalja el. Ezzel én is tisztában vagyok ezekkel a szociológiai jellegűekkel. Én azt állítom, és majd utána visszatérnek az MPT-re, hogy az, hogy ez, amint megszűnik, az általános iskolának a politikai jelentősége, mármint úgy értem a 40-es években, akkor az általános iskola fejlesztésében, vagy az általános iskola működtetési feltételeinek a megteremtésében igen jelentős lanyhulás van, hiányzik az a fajta politikai sürgés-forgás, ami 1945-ben. Itt néhány dolgot felolvasok, amit adatot. Az 1947-48-ban beiratkozott tanulók 51,7%-a fejezte be az általános iskolát. A 6 éves korú generációnak 3,3%-a nem iratkozott be 52-ben. A 55-56-ban végző általános iskolai tanulók tantervében a felső tagozat 13 legfontosabb tantárgyát vizsgálva 14 tanterv és 16 tankönyv módosítást hajtottak végre. Ezek az adatok már önmagában elégségesek ahhoz, hogy azt lássuk, hogy 1905 a Rákosi rendszer vagy a Sztálin rendszerig az általános iskola működtetésében hiányzott ez. Hogy ennek a megteremtése, ezeknek a politikai céloknak, vagy a világtendenciának, vagy bárminek az eleme. Abban viszont igaza van az MPT-nek, meg a Lukács Péternek is, bár nem említette, de nyilvánvalóan, hogy 1956 után a posztálinista időszakban olyan hatalmi konstelláció van, amelynek az egyik fontos eleme a 61-es 3-as törvény, ami valóban komolyan meg akarta teremteni az általános iskolát, általánossá és egységessé kívánta teremteni, tananyaggal tudatosan épített, békés és nyugodt időszakban kellő pénzt is fordítva erre, amelyet ennek az egységességét csak a tagozatos rendszer gyengítette, kiváltva a baloldalnak a érzékenységét. Tehát az általános, és talán ez is a magyarázata annak, és amit lehet, hogy az urak gondolkodásmódját ezt is befolyásolja, hogy ez a sikeres oktatáspolitika, ami 56 után, most mondjuk 58-tól kezdődően talán, sikeres oktatáspolitika, azt tabusítja az általános iskola megszületésének körülményeit. Forradalmi tettnek tekinti az akkori ideológia szerint. Tehát ez a 45 és az 58 közötti időszakban van egy a politikai korrektség, ami 58 után a Kádár rendszerben olyan jellemző, ez egyszerűen elfedi ennek az eseménytörténetét és ennek a politikai részét. Én erről beszélek és semmi másról. Ez nem arról van szó, hogy imádom-e a parasztokat, ha műveletlenek lesznek, és a munkások más se szeretnek csak inni és nem olvasni, hogy én ezt gondolnám, hogy ez lenne jó, és nem azt gondolom, hogy itt valami fajta más dolog jelenik meg. Mindössze ennyit állítok ebben, és az, hogy 45-ben, hogy mi történik, akkor amit te mondasz a párt megosztásban, hogy mi az oka annak, hogy Nyugat-Európában, ahol nincs ott a szovjet csapatok, sehol se sikerül átverni ezt a fajta, ugyanezt a 8 osztályos tervet, ami sok kommunista párt képviselt, valamennyi nyugat-európai kommunista párt képviselt a 8 osztályos egységes általános iskolát, megteremt nagyon sok, nem mindegyik nyilván, és némi helyi módosításokkal. Mi az oka annak, hogy Nyugat-Európában ugyanez a koncepció nem megy át, Magyarországon meg a valamennyi szovjet édekszférába tartozó ország esetében igen. Egyetlen egy különbség van a kommunista párt. Ugyanolyan a kommunista párt ugyanazt az ideológiát követ, kommunista pártoknak nincs hatalmuk Nyugat-Európában, ott amerikaiak persze erről tesznek is, és nincs ott a szovjet, azért tud az amerikai tenni. Ez a magyarázat, ez kicsit plauzibilisebb nekem, mint hogy ez az általános történeti tendenciáról beszélünk. Noha egyetértek azzal, hogy a oktatási rendszernek az a tulajdonsága, mint valamennyi ingyenes közszolgáltatásért, hogy expandálódik. Növekszik, és a minősége természetesen állam folyamatosan romlik. Ez egy természetes, strukturálisan ez igaz. De ez más, hogy ezeket még azok is tudják, hogy ez lesz fog bekövetkezni, akik a ingyenes közszolgáltatást bővíteni akarják. Azok se buták,
Nyilván politikai racionalitás miatt. Nagyon köszönjük. Én azt gondolom, hogy sokat fogunk ezek a dolgokra vetekozni hasonló eredményességgel. És most végül, de nem utolsó sorban. Már féltem, hogy... Szerencsényi László. Javaslom, hogy erre a kérdésen Géza Hátlenek születésnapjára. Vagy inkább a 80-at. Inkább a 80-at adom a körül. Én Laci, hogy féltem, hogy én vagyok az utolsó, de hogy te most az utolsóként mekkora verést fogsz kapni? Ugye a mentegetőzésül a Szigeti Veszedelemben, a 9. énekben van az, hogy írja Zrínyia Zrínyiászt, és akkor van egy szakasz közben, hogy hát a baromi jó ezt az eposzt írni, de most éppen lő a kanizsai török, és hát oda megyek, mert visszalőni még érdekesebb. Ezzel próbálom mentegetni az aludigmat, hogy állam... De ott, de azt nem írja, hogy eposzt jobb írni. Igen? De a fordítottját, tehát jobb csinálni a forradalmat, mint írni a történet. Hát ezt mondja az Rény is, ezt mondja, igen. No, úgyhogy nem, ezzel nem akarom mentegetni magamat, egy államvizsga bizottságnak voltam elnöke, és nem sikerült időben abba hagyni, mert az elnök állandóan kérdezett. Pedig többször bejött a dékán úr, hogy hagyjam már abban. No, szóval, amiről én örök vitát folytatok elemérrel, aznak próbáltam egy kicsit hát összeszedni a gondolatait. A jelzem, hogy a szóban forgó kötet az nem az eredeti makett annak illusztrálására, ami az én antitézisemben fog szerepelni, és a dolog úgy korrekt, hogy ugye a közöttünk abban van nem akkora, mint amekkorának látszik, de mégiscsak folyamatos vita, hogy a 72-es közoktatási párthatározat az a baloldali, dogmatikus, konzervatív, nem tudom micsodának az ellencsapása volt az oktatásügyre, tehát a reform visszavételének volt az egyik ellenforradalmi eszköze, vagy pedig a gyújtó hangú forradalmi felhívása az oktatás világának demokratizálására. Én félek attól, hogy elemének van ebben a dologban igaza, aki a dolgot abból a nézőpontból tudta már akkor követni, akkor ezek a dolgok hát világosabbnak látszottak, csak mégis hozzátenném annak a 1972-ben tanári pályájának igazság szerint, tehát papírforma szerint második, igazság szerint negyedik évfolyamát kezdő fiatal tanár, mert hogyha Kertész utcában töltött két esztendő, mert Lorán Feri mellett beleszámítjuk, akkor már a negyedik évemben álltam a pályán, ez azért nem egy lényegtelen gyakorló esztendő, de igazándiból munkakönyvvel a kezemben, ugye 1970. szeptember 1-én kezdtük el Évával a tanítást Nógrád megyében, a helyszín az azért nem semmi, bár ma már vetékednek a megyék, hogy melyik megyeszéket kell Kismoszkvának nevezni, de ebben az időben Salgótarját legalábbis annak is nevezték. Ebben a régióban kezdtük a pályánkat egy nagyon érdekes helyszínen, nem a majd annyi fogadalmat teszünk különböző 80. születésnapokra, majd akkor elmesélem, hogy ez a falu miről volt nevezetes, de a minden esetre a Állami Oktatás Helyzete és Fejlesztésének Feladatai című dokumentumot ebben a helyzetben olvastam. Ez lesz majd az én antitézisemnek az argumentuma. Mondom, ma ez a kiadvány, de annak az eredeti változat, én itt most az illusztráció kezdőjére preparáltam. De hozzátartozik az, hogy hajlok tulajdonképpen a elemér és a elemér nem egyedül áll ezzel az álláspontjával, álláspontjának igazolására, arra egy nagyon fontos
bizonyíték került a kezembe, nem tudom ki van már túl rajta, a Király István naplón. Amelyik ugye azért érdekes, mert a közoktatáshoz nem nagyon értő, erről többször meg többször bizonságot tett, de akkor még azt hittem, hogy a politikához értő személyéről van szó. A naplóból az derül ki, hogy tulajdonképpen tájékozatlanabb volt, mint én Patakon, de vannak viszont nagyon izgalmas megjegyzések éppen ezért. Tehát a Király napló ettől igazolás, hogy hogyan éli meg egy olyan ember, aki azt hiszi, hogy ott van, és ezeket az élményeit gyűjti papírra. Ugye egy 1972. május 4-i ötvös kollégiumi bejegyzése a naplóban, ahol az ötvös kollégisták mondják el neki, és ő, mint szorgalmas nagykövet, ugye jegyzőt, mit mondanak az ötvös kollégisták, hogy 1968 óta lassú megmerevedés folyik, mondják az ötvös kollégisták, a demokratizálási folyamat megállt, a centralista tendenciák erősödnek megint, és viszont nagyon érdekes, hogy a harmadik megállapítása az ötvös kollégistáknak Király szerint, hogy a társadalom immobilitása ezzel óriásira nő. A dolog azért érdekes, mert ezt az összefüggést inkább fordítva szokták jellemezni, hogy a centralizáció és a lassú megmerevedésnek az egyik argumentuma éppen a mobilitás helyreállítása volt, ugye munkás ellenzés, stb. Az ötvös kollégisták pedig 1972. május 1-én azt mondják, hogy éppen a konzervatív, tehát az ellenreform növeli a társadalom immobilitását. Előtte való nap a közoktatási javaslatról vita a pedagógus bizottságban, írja Király. A jegyzetírók, ugye Király Júlia lábjegyzetben azt teszi, hogy az Akadémia Pedagógiai Bizottságában lehetett május 3-án Király István. Én erről nem tudok, nem volt még időm utána nézni, friss az olvasmány élmény, hogy ő az Akadémia Pedagógiai Bizottságának tagja lett volna. Ez sokkal inkább a Parlament Oktatási Bizottsága lehetett, vagy valami párt grémium. Közoktatási javaslatról vita a pedagógus bizottságban, mint koncepciótlant elvetik az egész tervezetet. Tehát a pedagógus bizottság mindenképpen egy hatalomhoz közel álló grémium lehetett, és ez a bizonyos dokumentum, amit ugye hát Elemér meg a jelenlévők közül többen ugye úgy apostrofálnak, mint a ellenreformáció dokumentuma, ezt a nyilván lojális pedagógus bizottság az a, mint koncepciótlant vetett el, de még néhány dolog, és aztán utána rátérek a szövegre. Ugyan ebben a kora tavaszon nézi meg Király a Gyurkó Szerelmem Elektra című darabját, vagy erről készült Jancsó filmet, ez most mindegy, de amelyiket szintén aktualizál és a korszakra vetít, hát a Gyurkó is ezt akarta persze kifejezésre jutatni, és a következőképpen írja le a társadalmi változásokat a dráma kapcsán. Főhősé lépett elő a tömeg, a pusztán élni akaró öntudatlan ember, írja fájdalmasan, és Orestész döntése innen kap igazolást. Mi régen megalkuvásnak látszott, az igazságról való lemondásnak, itt több lesz annál ember és népszeretet. Ugye, aki emlékszik a Gyurkó darabra, ott voltak éppen megfordul az antik értékítélet, és a Elektrából lesz doktriner Axűz, és a pragmatista Orestész lesz az, aki képviseli a béke és jólét kell a népnek, ha úgy tetszik, akkor a kádári konszolidáció ideológia igazolása. És már csak két évet kell visszaugranunk a Király 1970. november 7-i jegyzeteire, ahol nagyon pontosan fogalmazza meg
azt számomra legalábbis megvilágosodás erejű volt, a két politikai törekvés mögötti eszmerendszer lényegét. Szuszlov, Nyersesőt és Szuszlov kongresszusi beszédét idézi fel. Az eltérések a két vonal között itt már kitapinthatók, írja 1970. november 7-én. Nyers beszédének a fő tézisei. Az első az még talán nem is egészen tartozik itt, de mi ránk. Alkotó marxizmus, Leninék megváltoztatták a marxizmus egyes tételeit, de épp ezzel lettek hűek annak lényegéhez. B. mondja a király olvasatában Nyers, az anyagi jólét küzdelmünk egyik célja, ugye ez vitathatatlanul a reformista szárny valóság értelmezését és elgondolása. A C. a fejlett közösségi töltési igazságérzetet kell fejleszteni, azaz demokráciát, mivel nem csak kenyérrel él az ember. Tehát a demokrácia és a jólét a Nyersesző beszéd királyi interpretációjában a reform két lényegi eleme, ne felejtsük el, tehát demokrácia és anyagi jólét. A Szuszlov beszéde bezzeg a következő, a gazdasági ösztönzés egymaga nem elég, az erkölcsi ösztönzés elmulasztás esetén mit sem ér, az erkölcsi tényezőkről való megfeledkezés nem kisebb népgazdasági és politikai károkat okozhat, mint az anyagi érdekeltség elvének semmi bevétele. Ugye ez jelenik meg az elemzésekben, hogy mintha az ellenreformáció oldalára álló pedagógus szám az erkölcsi ösztönzés zászlaját emeli fel, hiszen ehhez van eszközrendszere, és emiatt nehezte el az anyagi ösztönzésre, hogy hát a szocialista értékektől fosztja meg az emberiséget. Még a Szuszlov azt is elmondja, ez is csak mellékesen tartozik ide, király olvasatában, revizionista nézet, mely a tudományos technikai forradalomra hivatkozva, a forradalmi osztályharc és társadalmi forradalom nélkül véli megszüntethetőnek a kizsákmányolást. Ez a vonal, írja király, kommentálva a két előadást, az ideológiai munka megerősítését kívánja. Melyek azok az ideológiai erők, amelyeket mozgósítani lehetne? Ezt már király kérdezi a politikai elittől. Képletesen a antiimperialista indulatok felélesztése, B. az American Way of Life eszményeinek hazai mintái ellen való mozgósítás. Nem tudom, hogy mai ideológusaink azok Szuszlovon nevelkednek-e, de tessék megfigyelni, hogy antiimperialista indulatok felélesztése és az amerikai konnotációja ugye a negatívumba kerül, sőt folytatódik, csak a jelzőt kell ugye kicserélni, szocialista hazaszeretet és szocialista öntudat. Tehát ez a csomag az, amiből a Szuszlov beszéd alapján a király levonja, hogy mit lehetne tenni, ugyan valamennyire motiválja őt, hogy mit mondott Nyersesző, eltagadhatatlan, hiszen talán már beszélgetett is Gyurkóval, ők összejártak valahol acéllakásának ár, hogy a tömegek akaratta hát ezt a ideológiai konfrontációt és az örökös ideológiai küzdelmet már nem nagyon bírná, de azért mégis adjunk rá egy lapáttal, és ideológiai befolyásolással próbáljuk helyreállítani a régi erkölcsi világrendet. Ez Király István olvasatában az új gazdasági mechanizmus ellen szervezkedő baloldali vagy munkás ellenzék krédója. Ebbe a kontextusban helyezzitek többen a közoktatási párthatározatot, amelyiknek most jön a bizonyos pataki anekdóta, amelyiknek az én kötetemben a pártatározatból, tehát ugye pályakezdő falusi tanár, nem csak a
preambulumnak a nagyon kemény empirikus adatbázisa volt szembetűnő, az egy nagyon őszinte szembenézés a valósággal, az oktatási rendszer infrastrukturális, személyi eredménybeli siválságával és eredménytelenséggel. Ez szokatlan volt az én puha bölcsészkari tanultságom után, egy ilyen adatokra nagyon kemény és nagyon mondanám, hogyha leleplező adatokra építkező bevezető, majd mégiscsak avval a dologgal találkoztam ugye két dologgal, ami már akkor is rokon szemvezető, hogy a pedagógus bérezés és pedagógus életszínvonalat meg kell oldani, meg találkoztam azzal, hogy az ifjúsági mozgalmat, illetve a közművelődést szorosabb kapcsolatba kell hozni az iskola világával, ez mondjam, a Loránd Feri után Patakon ez nekem evidencia volt, de az iskola életben szélesíteni kell a tanulók, a hallgatók jogait, és növelni kell felelősségérzetüket. Ez a mondat, nekem itt nyílt ki a kötet, ez engem felszabadított, és bizonyos vonatkozásban a második anekdotát már csak akkor fogom elmondani, ha kérdezitek, de történt, hogy valamelyik diák önkormányzati ülés után beírott az én derék igazgatóm, és mondta, te honnan veszed, hogy ilyen diák önkormányzatos dit kell csinálni. Megmondom, szerintem úttörő tanácsnak neveztük, és elfért az a úttörő csapat kereteit között. Nyitom ki a kötetet, itt van a 65. oldalon. És erre derék direktorom levette a könyves polcról, ő egy megkésett és hogy mondjam, hamar erodált népi kollégista volt azért az a történethez hozzátartozik, hogy nagyon sokáig tiszteltem őt emiatt, hogy a Nagy László kollégiumban nevelkedett. Nem ott kell azt olvasni, mondta, és az ő példánya az a, ami azóta is csak röhögni tudok, de egyre véresebb ez a röhögés, az ő példánya a 9. és a 16. oldalon volt vastagon aláhúzva, a minősítésében egyébként be volt írva, hogy olvas a szakirodalmat, és mindig aláhúzással jelöli a fontos dolgokat, írta róla a szakfelügyelő. Na most az első oldalai ennek a kötetnek, tessék elképzelni és röhögni vagy sírni, ez egy fogadáson elmondott pohárköszöntő. Nem tudom hány konyak után hangzanak el ilyen pohárköszöntők, a Kádárnál elképzelhető, mert a Kádár mondott, azoknak a kollégáknak a tiszteletére, akik részt vettek a pártározat kidolgozásában. Ha úgy tetszik, egy kedves vacsora, ugye? Tehát ennek a politikai üzenete, gondoltam én Patakról, aki majd egyébként két év múlva a Trabantommal a Fehérház főkapuja elé állok, akkor már úttörő szövetségi munkatárs voltam, és megbíztak, hogy valamit vigyek be a pártközpontba, és akkor amikor a kormányőr és a rendőr jött két oldalról, hogy innen tessék elállni, meg a Mercedesek jönnek, mondja, hát ez az én pártom, ide hoztam a cuccot, 2000 forintra megúsztam, az akkor egy havi fizetés volt, de mindegy, térjünk vissza a 72-re. A következők voltak aláhúzva. Az egyik mondata a Kádárnak az, hogy ha nem vigyázunk, a vitatkozás a cselekvés gátja lesz. Mérlegelni kell, mikor és meddig folytatunk közvéleménykutatást, elemzést és konzultációt. Nem erre mostanira gondolt. Tehát nyugi eltársak, ne tessék annyit vitatkozni. A másik mondat az, hogy a másik az még akár el is fogadható volt, a szakképzéssel kapcsolatban mondja, hogy nem a mai futószalagra kell elkészíteni a szakmunkát.